Turisztikai szempontból is sikeres volt a tavalyi Pécsi Európa Kulturális Fővárosa programsorozat. Ez a látogatók számában, a hazai közvéleménykutatásokban, valamint a pozitív hazai és külföldi sajtóvízhangokban is megmutatkozott. A kulturális évadban minden korábbinál több, összesen 124 ezer turista, nem kevesebb, mint 238 ezer vendégészakát töltött el különböző pécsi szálláshelyeken. A vendégek döntő többsége belföldi volt, a külföldiek aránya megközelítette a 30%-ot. Az idegenforgalom szereplői hogyan érték meg az elmúlt évet? A kiemelt érdeklődés után mit várnak 2011-ben? Véleményük szerint folytatódik-e a lendület? Köszöntöm nézőinket és vendégeinket, Vétek Emit, a Pécsban Anyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét, idegenforgalmi szakembert, és Hegyi Zsuzsannát, a Magyar Turizmus ZRT Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának igazgatóját, akikkel többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetünk. A minap viszont olyan hírek láttak napvilágot, hogy Pécs a tavalyi számottevő javulás ellenére sem került be a legnépszerűbb 10 magyar turisztikai célpont közé. Önök mit szólnak ehhez? Köszönöm, hát gondolom azért mutat rám, mert ugye ezt a statisztikát a Magyar Turizmus ZRT adta ki. Minden évben figyeljük azt, hogy a magyarországi desztinációk, ugye a magyarországi városoknak mi a rangsora a turisztikai keresettség szempontjából. És való igaz, hogy Pécs e tekintetben nem került a legjobb 10 közé az idejében sem, ugyanakkor több helyet sikerült javítani az előző évi helyezésein. Azt is érdemes azért megfigyelni, hogy milyen településekkel vetjük egybe a várost, és gondolom ez az inkriminált cikk, ami ezt az egész vihart itt a napokban kiváltotta, azt talán ezt hagyta leginkább figyelmen kívül, tehát nyilván egy ilyen gyógyturisztikai desztináció, ahol önmagában a szálláshely kapacitás az sokszorosa a Pécsvárosban meglévő kereskedelmi szállásférőhelynek, nem vedhető egybe egy kimondottan ilyen városlátogató turizmussal, ahol eleve a nagyon jó esetben 2 vendégészakát tölt el a vendég, még nem nyilván ilyen gyógyfürdőhelyeken 6-7, akár 8 éjszaka is lehet az átlag tartózkodási idő, tehát nem egybehasonlítható minőségekkel operált a cikk szerzője. De egyébként ott lenne a helyünk? Mit gondol? Vagy elérhetjük még ezt a célt is? Természetesen. Tehát a Pécs adottságai olyanok, hogy az arra predesztinálja a várost, hogy ott legyünk, de ahogy Zsuzsa már említette, tehát borzasztó nehéz összehasonlítani különböző dolgokat, és így is, mint turisztikában dolgozók, nagyon örülünk, hogy végre egy fellendülés történt. Elrugaszkodtunk az évek során folyamatos vendégcsökkenés, vendégszám csökkenésről, és tényleg egy nagyon-nagyon szép számot produkált a város. Tehát az a legnagyobb eredmény, hogy önmagunkhoz képest javítottunk. Ez egyértelműen az EKF számlájára írható? Teljesen egyértelműen. Igen. Ennyit vártak, vagy ennél még többet? Hát ennél semmiképpen nem vártunk többet. Ismerjük ugye sok évtizedre visszamenően az Európa kulturális fővárosoknak a turisztikai statisztikáit, és a legsikeresebbek azok egyébként a hozzánk hasonló kis középvárosok voltak, amelyek ráfeküdtek a turizmus marketingre, azok is ilyen 27-30% közötti eredményt értek el legjobb esetben, de többnyire ennél lényegesen kevesebbet. Egyébként, hogyha visszamegyünk Linzbe, ami 2009-ben már szintén egy ilyen, nem mondom, hogy katasztrófa sújtotta, de minden esetre egy ilyen világválság sújtotta időszakban volt kulturális főváros, messze nem érte ilyen mértékű növekedést. És ami azt gondolom, hogy nagy figyelmet és elismerést érdekel, hogy úgynevezett szűzpiacokon, tehát korábban nem feltárt, nem igazán megdolgozott piacokon is rendkívül dinamikus volt a turisztikai beutazó forgalom növekedése, elsősorban a délszláv országokból, tehát nagyon-nagyon sok előnye volt, nem csak a számszerűen kimutatható, vagy számszerűen megfogalmazható, hanem a tendenciákban megmutatkozó előnyöket is ki kell emelni ilyenkor. Mennyire lesz hosszú távú az EKF hatás, mert ugye nem csak a célévben, tehát 2010-ben jelentkezik ez, hanem remények szerint a következő években is. Ez így lesz?
Nagyon nem csak reméljük, de biztosak vagyunk benne, tehát hogy ez a lendület azért folytatódni fog. Általában a tapasztalat az, hogy tehát az EKF-et követő évben van egy fajta lassabb lecsengése, és ha ügyesen sáfárkodunk a lehetőségeinkkel, akkor van esély arra, hogy ezt fenntartsuk, netán még ezen emeljünk is, hisz azért a beruházások közül is több olyan most fog elkészülni, itt gondolok a Zsolnai negyedre, amely szintén azért komoly vonzerővel bír, és egészen biztos, hogy egy más turista réteget tud majd megszólítani. Én röviden azt mondanám, hogy az EKF-nek a nagyon nagy eredménye Pécs szempontjából, hogy egyáltalán ismerté váltunk. Tehát azért nagyon-nagyon hosszú ideig egyáltalán nem voltunk a turisztikai térképen, bár nagyon sokan vitatták ezt, de azt tapasztaltuk, hogy ha folyamatosan csökkent a látogatók száma, akkor azért ez azt jelentette, hogy valami miatt nem voltunk érdekesek. És ez most egy nagyon nagy lendületet adhatott, és hát ezt kell kihasználni, és ezen tovább folytatni, és nagyon sokat tenni érte, nagyon jó programokat ajánlani, és hát a marketinget ennek megfelelően tovább vinni. És ez a hatás ugye most hatványozódhat, hiszen akik tavaly itt voltak, azok most hírünket vihetik az ő környezetükben, és milyen hírünket viszik? Hogy érezték magukat tavaly a turisták itt Pécset? Nagyon jól. Hát a külföldiek egyértelműen, hát elképesztően rajongó hangvételű, nem csak invitatív, hanem kimondta rajongó hangvételű cikkek jelentek meg mindenhol, ahonnan újságírókat fogadtunk. Egyébként maga a Turizmus ZRT önmagában az elmúlt évben 250 külföldi újságírót látott vendégül, és mutattuk meg ezt a nagyon szép várost, a mi városunkat. És összesen több mint 1600 olyan cikk jelent meg a városról, főként Németország, Ausztria és a délszláv térség területén, amelyek kimondottan ajánlják úti célként Pécset, sőt több országban, így például Ausztriában kutatásokat is végeztünk ezt követően a város ismertségéről, elképesztő eredményekkel. Például Ausztriában volt egy lakossági szavazás, ahol minden évben van ilyen, ahol a top 20 desztináció közé, és itt az egész világról beszélünk, nem csak Európáról, beválasztották Pécset, ami egyébként még soha egyetlen magyar városnak nem sikerült korábban. És azért nem csak a külföldi vendégekről kell beszélni, hanem a belföldi az ország más részein élőkről is. Tehát a belföldiek előtt mennyire vagyunk vonzó célpont, mennyire szeretnének megismerni minket? Én úgy érzem, hogy nagyon sokan jöttek, tehát jóval többen, mint az előző időszakban. És mondjuk az EKF programoknak általában az is elsősorban a célja, és a statisztikák is azt mutatják, hogy azért a nagy tömeg az általában a környező területekről, tehát saját országból, illetve egy ilyen 120 kilométeres körből, tehát onnan szoktak általában jönni. Ez mondjuk itt is bejött, tehát a statisztika azért itt is állt. És nagyon-nagyon sokakkal találkoztunk tényleg, akik Debrecenből, Gyuláról vették a fáradtságot és eljöttek. Tehát az ő számukra a programok voltak elsősorban vonzók. Mondjuk meg kell azt is említeni, hogy minden bizonnyal a sok negatív sajtóban, médiákban megjelent hírek is kíváncsivá tették az embereket, hisz sok esetben a negatív reklám is azért meghozza az eredményét, egész biztos, hogy ez is szerepet játszott, de azt lehetett látni, hogy elégedettek, és nagyon tetszett nekik. Ez mondjuk elsősorban a május közepétől, mert sajnos előtte mi számos beutazó csoportunk volt az irodánknak itt, és ők bizony sokat panaszkodtak, amikor a város még annyira fel volt túrva. Tehát még sikeresebbek lehettünk volna, ha az időszak az nem lett volna, de hát most már nem érdemes így a múltról beszélni. Én tényleg csak azt tudom mondani, hogy pozitív volt a kicsengés. És mit lehetne az ügyben tenni, hogy Pécs kilépjen az egyéjszakás szerepkörből, tehát hogy ne csak egyet aludjanak nálunk, ha egyáltalán itt alszanak a vendégek? Szerencsére többet alszanak most is, mint egyet, de azt gondolom, hogy ezt lehet növelni.
Tehát az ilyen legsikeresebb, kimondott ilyen kulturális turisztikai városlátogató jellegű utazások esetében, ez mondjuk ilyen 2,2 vendégészakat csúcs, tehát azért nagy illúziókat nem kell kergetni, de nyilván van még az erre tekintetben hova fejlődni. Itt azt gondolom a legeslegfontosabb az volna, hogy a belföldi piac előtt is Pécs a jelenleginél sokkal markánsabban tudja magát pozícionálni. Egyelőre a piackutatások azt mutatják, hogy még más városokkal, vagy akár más városok, Sopron és itt tovább, Debrecen, Virágkarneválja, stb. Fesztiváljaival kapcsolatosan nagyon pontos elvárások vannak, és nagyon pontosan megcéloz egyik vagy másik célcsoportot, addig Pécsen ez nem határolható ilyen markánsan. Tehát ezek az összművészeti fesztiválok, ezek kevésbé népszerűek, kevésbé jelentenek vonzerőt. Tehát érdemes lesz majd éppen a Zsolnai negyednek a kapcsán átgondolni azt, hogy valami komolyabb profilt adni a város nagy rendezvényeinek, mint amilyenre nagyon jó példa a Poszt. Tehát valami karakteresebb irányba elmenni. Illetve a másik lehet a régió, a vonzás körzet, ugye olyan kínálatot biztosítani, ami miatt elmennek néhány kilométerre jobbra-balra is, de Pécs a közben. Mondjuk ez már működik is. Igaz, hogy sok esetben fordítottam például a borturizmus esetében, hogy nagyon sokan kiválasztják Villányt, és onnan akkor bejönnek Pécsre. Úgy gondolom, hogy nem célszerű egymással vetélkedni, meg kell találni valahol a jó középutat, hogy jusson is, maradjon is. A másik pedig a termálturizmus, azért a Harkány van, akárhogy is azért egy-két színvonalas szálloda elkészült, felújítások történtek, tehát ott is számolhatunk azért azzal, hogy egy igényesebb réteg fog nagyobb számban megjelenni, és azért az ő számukra akkor a kultúra is érdekes, és akkor fel fogják keresni Pécset. Szállások tekintetében Pécs hogy áll? Van-e elegendő szálláshely, elegendő minőségi szálláshely? Hát egyelőre azt kell mondanunk, hogy igen, bár azt is mondhatnánk, hogy sajnos igen. Nagyon érdekes a városnak a kereskedelmi szálláshely kínálat szerkezete. Közel 60%-a ennek ifjúsági szálláshely, ami hát egyrészt determinálja a vendégkört, akit oda a vendégül tudunk hívni, másrészt nagyon korlátosan, időben korlátosan használható, leginkább ugye a nyári hónapokban, amikor tanítási szünet van az egyetemeken, középiskolákban. A jó hír viszont az, hogy fölépültek, illetve még most is ugye folyamatosan fejlődnek olyan négycsillagos szállodák, amelyek éppen a város, mint konferenciaturisztikai vonzás térségnek az egyik alapvető adottságát tudják majd jelenteni a jövőben. Most akkor utazunk egy kicsit mi is, lépjünk ki a városhatárokon. A közeljövőben két rangos utazási kiállítást is rendeznek, az egyiket ugye Budapesten, a másikat pedig majd itt Pécset március 25-től a sportcsarnokban. Miben és kiket segítenek ezek az események? Az utazás kiállításokról én most egészen őszintén elmondom a véleményemet, amit sajnos egyre inkább alátámasztja a szakma azzal, hogy egyre többen maradnak távol az utazási kiállításokról, tehát például utazási irodák. Nagyon magas a költség, rövid időre koncentrálódik, és nem hozza azt az eredményt, amit elvárnánk. Most Budapesten ezt már a nagy irodák közül nagyon sokan vezető az első öt, elnézést, az első öt irodák közül is többen már meglépték, hogy nem vesznek rajta részt. Pécset más a helyzet, mert valahogy itt kötelező megjelenni, mert kisváros, jobban figyel egyik a másikra, és ha például adott esetben egyik iroda nem jelenik meg, akkor már elkezdenek gondolkodni, hogy na vajon miért nem. Eredményét én egy ilyen utazás kiállításnak egyben látom, hogy az, aki még nem gondolkodott el azon, hogy hova utazik a nyáron, az akkor most észbe kap, és azt mondja, húha, itt a lehetőség. Körbejárja egy helyen, a kínálattal találkozik. Különben őszintén nagyon sokat már nem hoz
az utazási irodáknak. Nem tudom, Zsuzsinak mi a véleménye róla? Én ős ellensége voltam, mindig is a vásároknak kapok is eleget a fejemre miatt, de hát az élet az úgy néz ki, mégiscsak ezt igazolja. Mi ugyanazt a nyomtatott információs eszközt kísérleti jelleggel már évekkel ezelőtt, amit egyébként ezeken a nagy utazás, drága és trapás utazás vásárokon kínálunk az oda elvetődő érdeklődőknek, ugyanezt betettük a legnagyobb magyarországi könyvesbolt hálózatba, ahol természetesen nincs akkora zaj, tehát információs zaj, mert csak a mi kiadványunkat kapta meg ingyen minden könyvvásárló, és egészen eldugott vidéki desztinációk, vagy gyakorlatilag úgysem vezet is fel tudtak lendülni éppen ennek a kiadványnak a kapcsán, mert hogy olyan kezekbe került, akik akkor egyrészt miután olvas könyvet vásárol, gondoljuk, hogy egy tehetősebb, miután könyv se olcsó már, gondoljuk azt, hogy egy kultúrára igényesebb, szabadidővel is rendelkező célcsoportnak a tagja, és ez valóban igazolódott, tehát azt gondolom, hogy az alternatív megoldásokkal többre megyünk. Ugyanakkor nem teheti meg azt egy régió, hogy nem jelenik meg az ország legjobb turisztikai vásárán. Ez egy érdekes helyzet, hogy nagy hasznát nem látjuk, de nem maradhatunk ki belőle. Hagyomány. Egyébként az utazási irodákban érzékelhető, hogy az emberek kevesebbet költenek utazásra? Vagy egyáltalán igaz ez a megállapítás? Természetesen ezt mondjuk tavalyi évben is érzékeltük. Én inkább azt mondanám, szerencsés helyzetben vagyunk mi, mármint a mi irodánk, mert egy olyan állandó törzs közösségünk van, akik még megengedhetik maguknak az utazást, de azért egy elég széles réteg teljesen eltűnt. Tehát akiknek bizony egyéb gondjaik vannak, általában a fiatalabbak, akiknél ugye fennáll a veszély, hogy gondjuk van a lakás kölcsönökkel, a gyerekeknek a nevelése, egyéb, tehát őket nagyon-nagyon megéreztük, és ami aggasztó, hogy kevés az új utas. A törzs utasok pedig egyre idősebbé válnak. Tehát ha a jövőt nézzük, akkor ez most nagyon-nagyon érezhető. De talán sokan úgy is gondolkodnak, hogy ezek mindenképp szeretnének elutazni egy kis időre nyaralni, csak az olcsóbb megoldásokat keresik. Ez érezhető? Ez így igaz. Tehát természetesen a magyar emberben benne van az, hogy nagyon-nagyon szeret utazni, és ha megoldható valahogy, akkor megoldja. De hát most is például a politikai események miatt Észak-Afrikában, ugye ott megint kiesett két olyan desztináció, reméljük csak átmeneti időre, akik például olcsók voltak, és oda azért többen el tudtak menni. Most ez is hiányzik, és nehéz pótolni, különösen ebben az évszakban, hisz ilyen távolságra, ilyen klíma alatt nem tudunk nekik mást ajánlani, és hát ezen az áron. Tehát sajnos ez is benne van. Másik oldalon talán segít valamit a belföldi turizmuson, mivel ilyen olcsón olyan jó szolgáltatáshoz most nem jutnak, és bízunk abba, hogy akkor azért itthon költik el a pénzüket. Tehát ez is egy ilyen visszásság, de sajnos ez is megvan, hogy olcsóbban lehet egy hétre elrepülni, ötcsillagos szállodába, all-inclusive szállóba lenni, mint három éjszakát egy jó wellness szállóba Magyarországon. Vagy pedig például a falusi turizmusnak is ez jelenthet akár esélyt, hogy azt talán megfizethetőbb ennek a rétegnek. Azt hiszem, hogy ez egy speciális kérdés, tehát az, aki mondjuk napsütés tengerpart, homokos tengerpart, napozás, szerelmese, azt kevésbé tudjuk beterelni ebbe a csatornába, de egészen komoly rétegei vannak, például a kisgyerekes családok a falusi is vendéglátásnak, és hát ebben nagyon erős Dél-Dunántúl. Egyébként mivel fogják pótolni? Tehát azt említette, hogy elég nehéz ilyen gyorsan, hiszen ez hirtelen jöttek az események, valamivel pótolni a kieső célpontokat. Mit javasol, ha valaki mondjuk bemegy? Mondjuk nehéz lesz. A nyári időszakban ugye a klasszikus Törökország bizonyára nagyon sokat fog nyerni rajta, várhatóan a spanyolok is, a görögök is, viszont fönnáll egy veszély, hogy a nagy küldő országok, azok ugye nagyon nagy kapacitást kötöttek le,
aminek lesz egyfajta ár emelkedési hatása, a másik oldal pedig az, hogy nagyon, tehát jóval kevesebb lesz a kapacitás, ami eddig szabadon rendelkezésre állt. Ha csak nem rendeződik a helyzet, mondjuk Tunéziában és Egyiptomban, amit hát remélünk, mert senkinek sem jó, tehát politikailag sem, és gazdaságilag sem, hisz azért az ott élőknek igen komoly megélhetési lehetőséget jelentett a turizmus, és az, ha ott ők tovább elszegényednek, ez senkinek sem fog jót tenni. 2011 az egészség turizmus éve. Ez mit hozhat a megye vendégforgalma szempontjából? Én elnézést kérek, hogy ezt szeretném egy kicsit korrigálni, tehát igazán nem az egészség turizmus éve, hanem azt kommunikáljuk, tehát a kormány programban ez szerepel, hogy Magyarország az az egészség turizmus országa legyen, váljon azzá, tehát itt nem csak egy-egy évről fogunk ezentúl beszélni, mint korábban egy-egy tematikus évről, hanem önmagában az országnak a külpiaci kommunikációt meghatározó profilról. És ebben valóban a zászlón az egészség turizmus szerepel. Ilyen értelemben Dél-Dunántúlnak is vannak esélyei, vannak nálunk szerencsésebb adottságú térségek, főleg azok, amelyek az előző Széchenyi tervből ügyesebben, gyorsabban nagyobbat haraptak ki maguknak. Ugyanakkor van jó néhány olyan fürdőrégióban, ami éppen az unikális adottságai révén, például Harkány, a Pikkely Sömör, vagy akár a meddőségre való jótékony hatása révén, azért itt nem csak belföldön, hanem a külföldön is tarulni tudna. Az együttműködés, például a klaszterek, az jelenthetnek-e megoldást? A negyedik éve működő Dél-Dunántúli Vár és Kastély turisztikai klaszternél például milyenek a tapasztalatok? Ez egy nagyon érdekes terület. Ugye tavaly ősszel hirdettek eredményt a klaszterpályázatoknál. Ezek a klaszterek, ugye a nézők nem így születtek, hogy ezt tudják. Ezek a klaszterek olyan szakmai közösségek, melyek egy-egy szakmai területen alkotnak egy piaci versenyegységet, és közösen föllépve hatékonyabbak, sikeresebbek tudnak lenni. Több ilyen klaszter alakult a régióban. A vár és kastély turisztikai klaszter mellett ugye borturizmus, falusi vendéglátás, gyógy- és termálturizmus, ökoturizmus és fesztiválturizmus területén is. Ez a felsorolt 6 klaszterből 5-en arra koncentráltak, hogy létrehozzák a szervezetüket, berendezzék az irodájukat, és a legalapvetőbb működési feltételeket biztosítsák tagjaik képzését is ideértve, és egy kis marketing munkát. Ezzel szemben a már korábban megalakult vár és kastély turisztikai klaszter az elnyert 40 millió forintjából, ennyit nyert el egyébként minden klaszter, leginkább a marketing munkára fog koncentrálni, ami hát fontos, hiszen ebből jön a vendég, és igazán az jelenti majd az eredményt a partnereknél. Egy elképesztően jó programmal fognak előállni, hős próbákat fognak rendezni május 1-től a 7 történelmi várban és a Vikali élmény birtokon, amit szintén egy történelmi helyszínként kezelünk, hiszen egy reneszánsz korba vezet minket vissza. A hős próbákra fogják várni azokat a gyerekeket, akik egyetértenek velünk abban, hogy az import hősök ideje lejár, és különböző, nem mondjuk ki, milyen hősök helyett Kini Zsipállal és a többi magyar, például Mátyás királlyal szeretnének azonosulni. Minden helyszínen 5 próbatételen kell majd átesni a gyerekeknek, amiért jutalmakat kapnak, és hát a megfelelő hősöknek való attribútumokat is el tudják készíteni a helyszínen, akár az íjakat, akár a sisakokat, és így tovább. Hát ez izgalmasnak tűnik. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és beszélgethettünk mindenről, és kedvező statisztikai adatokkal kezdtük, reméljük, hogy az idei esztendő még kedvezőbbeket fog hozni. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok! Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!